De elég nagy baj egyébként, hogy nincs körözés alatt, mert hogy körözés alatt kellene, hogy legyen. Mindegyiknek, igen. Így van, az összesnek körözés alatt kellene, hogy legyen. Az összesnek alatt kellene, hogy legyen. Így van. Ha már húz nincs, akkor a bőr húzzák. Pontosan. Sajnos ez Magyarország, ezért menekül minden ezek egyes a kifosztóink. Ember, ezért menekül minden egyes ember külföldre, holott magyar állampolgárok vagyunk, és mi ide születünk, ez a mi helyünk, ez a mi családunk, magyarok, össze kellene fognunk, de sajnos nem lehet Magyarországot úgy, ahogy van, eltapossák. Ön már összefogott velünk. Természetesen. És már is itt vagyunk egyel többen, vagy sokkal többen, mert látom egyre több ember van itt, akiknek tetszik, amit csinálunk, és erre bármikor képesek vagyunk. Bármikor meg tudjuk mutatni, hogy egy bankfiókot le tudunk blokkádolni. Ezt ígértem, nem? Ide jövünk, semmilyen törvénytelen dolgot nem követtünk el, és a bankok rettegnek. Csak attól, hogy itt vagyunk páran, és itt van pár rendőr. Hát miért nem csináljuk meg minden bankban, minden városban? Ehhez csak annyi kell, hogy még egy következő bankban, még egy következő bankban ezt megcsináljuk. Igen, csak sajnos ez az a probléma, hogy maga az emberek azok, akik félnek a dolgoktól. Ön ezt tetszik mondani, ez egy kismillió ember. Ugye nem mer odállni, ugye nem mer a média elé állni, nem mernek felszólalni, és inkább hagyják elúszni a saját pénzüket, fizetnek a nagy semmiért, meg magyarán mondva éheznek, nyomorognak. Úgyhogy teljes mértékben, szóval... Nem akarnak félemlíteni, de hát... De hát amikor elveszik az otthonukat, akkor nem fognak félni, mikor kirakják a családot, a gyerekeket elveszik. Mert ugyebek az állami gondozásba fogják rakni, mert nem tudom a költözni. Így van, így van. Akkor így nem van. Fog félni. Már most eljutottunk arra a szintre sajnos, hogy nagyon sok családot kilakoltattak, és nemhogy befogadják őket ilyen intézményekbe, szóval ilyen családsegítőkbe, meg akármibe. Már most már eljutottunk olyan szintre, hogy ha tudnak, akkor most van jó idő, lakjanak ki. Hát ez szerű, de ki se lakhatnak, hogy te meg van nézve a hajléktalanoknak. Így van. Ha igen, akkor megbüntetik őket, hogy börtönbe csukjanak. Egy családban olyan helyen, tehát hogy eladósodás alatt, és állítólag évente ebből csak 1100-at tudnak árverezni. Nincsen az embereknek pénze, hogy megvegye az ingatlant. Akkor hol éri meg a banknak azt, hogy nem tudnak fizetni az emberek? Miért nem ülnek le velük? Beszélik át? Miért nem mondják meg nekik, hogy milyen más lehetőség van arra, hogy ezeket a pénzeket vissza tudják fizetni a hétköznapi emberek? A banknak megérni, mert akkor tudnának fizetni. Hát könyörgöm, akkor az ember tudna a saját lakásában élni. Nem kellene elhagynia. Itt van a tény, 40 ezer lakás, amit most kellene hirtelen elárverezni. Ebből évente csak 1100, tehát ez azt jelenti, hogy fizetés ugyanúgy nincsen, de a lakásokat, azokat pedig nem kapja meg az ember, ki kell költöznie, el kell hagynia, most a moratóriumnak hamarosan vége. Mi lesz a családokkal? Erre van egyébként egy magyarázat. Ugye most nem azért nem kell el több mint 1100 ingatlan, mert nincs rávevő, hanem azért nem kell el, mert kvótarendszer van, tehát nem lehet bármennyi ingatlant eladni. Jövőre viszont ez a kvóta megszűnik, és onnantól kezdve bármennyi lakást el tudnak adni, és bármennyi embert kiköltözhetnek az otthonából. Tehát én azt gondolom, erre várnak a bankok a jövő évi kvóta megszüntetésére, és amikor megszűnik a kvóta, akkor onnantól kezdve bárkit ki tudnak fosztani. Ugye ezért kell most nekünk nagyon keményen fellépnünk, és folyamatosan harcolnunk, hogy amire a kvótát eltörlik, addigra valami megoldást találjunk erre. Ismered a vész Péliását? Tudod, hogy nagy viadót fújt? Igen, akár itt is lehetne. Mármint melyik 30? Április 30-án. Jó? Igen, minden tovább. Minden bankot leadva. Így, szuper. Benne vagyok. Benne vagyunk, de... Ezt a videót majd küld el a Céliásnak, jó? De én abszolút benne vagyok, hogy őben eljutott. Aki ebben van, és így kell lebarkolni.